Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Mai adásunkban nagyon sok mindenről esik szó, hiszen az agrárgazdaság a koronavírus járvány kellős közepén is működik, él. És hogy hogyan, miként és mit kell tenni azért, hogy majd a járvány elmúltával is tovább működhessen, azért nagyon sokat tesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, éppen ezért egy új vendéget köszönhetünk itt a stúdióban, Györfi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, kettős minőségében, hiszen országgyűlési képviselőként is lesz majd kérdésem önhöz. Örülök, hogy itt van velünk. Köszönöm a megtisztelő meghívást. Abban azt hiszem, hogy megegyezhetünk, hogy 2020 egy rendkívüli év volt mindenféle értelemben, és nem lehet kivétel az agrárgazdaság sem, hiszen a koronavírus járvány bizony az agrárgazdaságot is jelentősen hátráltatta. Milyen következményei voltak, hogy látják önök most? Sikerült-e átvészelni kellő módon ezeket a nehéz hónapokat a gazdáknak? Ugye nagyon nehéz így általában az agráriumról beszélni, hisz volt olyan ágazat, amit annyira nem érintett a koronavírussal kapcsolatos problémakör közvetlenül. Nyilván minden ágazat számára okozott nehéz pillanatokat, hogy vajon az input anyagok rendelkezésre állnak-e, az értékesítés az megfelelő ütemben halad-e, lesz-e alkatrész. Hát nyilván ilyen izgalmak voltak mindenhol, de hála Istennek az ágazatnak nem a teljes egészét érintette olyan mélyen a válság, hogy ott krízisről tudjunk általánosságban beszélni. Vannak ágazatok viszont, ahol okozott jelentős átmeneti, vagy akár hosszantartó komoly problémákat. Ugye itt az értékesítési piacok ellehetetlenülése az nagyon súlyosan érintett olyan ágazatokat, ahol ugye a termék paraméterei miatt nem nagyon lehet gyorsan reagálni arra, hogyha a piac egyik pillanatra másikra megszűnik. Gondoljuk itt mondjuk a jelentős mennyiségű folyadéktejet felvásárló Észak-Olasz régióra, amelyik egyik pillanatra másikról bezárt, és ugye hova tegyük azt a rengeteg nyers tejet, amit eddig ugye a spotpiacokon keresztül jellemzően oda értékesítettünk, de hogy az olasz példánál maradjak, ugye a húsvéti bárány jelentős része is egyébként Olaszországba kerül értékesítésre, és ugye ott is komoly feszültséget okozott, hogy hú, vajon lehet egyáltalán majd Olaszországba terméket eladni. Ezeken egyébként szervezéssel, helyek közel azt gondolom, hogy átlendült az adott ágazat, de vannak olyan részei a magyar agrárgazdaságnak, amik most is nagyon komoly problémákkal küzdenek. Különösen azok az ágazatok vannak most stabilan rossz helyzetben, amik a horeca szektorral, ugye ez a hotel, restaurant, café, mozaik szó mutatja ezt a részét az értékesítési felületeknek, akik ide szállítottak be. Mit értek ez alatt? A kézműves sörök például. Tehát a kézműves sör értékesítés az jellemzően ebbe a szektorban, a kiskocsmákban, helyi éttermekben történt. De érdekes módon a magyar fogyasztói szokások úgy alakultak ki, hogy halat, mondjuk hízott libát, májat, ezeket valamilyen okból kifolyólag mi éttermekbe szeretjük fogyasztani, és viszonylag kevesebbet készítünk el belőlük otthon, és nyilván ezek az ágazatok erősen megsínlették azt, hogy ez a szektor, a horeca szektor bezárt, és ugye hát most is még egyelőre csak reményteli időpontok vannak, amik inkább ilyen vágyvezérelt gondolatokból fakadnak, hogy mikor lehet ezzel újra indulni. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy van ennek a pandémiás őrületnek néhány nem elhanyagolható, nem gazdasági, nem közgazdasági következménye. Érdemes megnézni, hogy a tavaly tavaszi időszakban milyen hirtelen értékelődött fel az élelmiszerellátásnak a biztonsága. Ugye amikor az emberek azt látták, hogy úristen, nincs a boltok polcán, ez az, amaz, és akkor nekiálltak spájzolni, miközben egyébként Magyarország olyan szinten stabilan ellátja magát élelmiszerrel, hogy mi egy exportorientált ország vagyunk agrártermékekből, olyannyira, hogy az agrár kivitel határozza meg egyébként, hogy a külkereskedelmi aktívumunk az milyen képet mutat. Tehát egyrészt kialakult egy keresleti piac, mert az emberek megijedtek, hogy nincs termék, miközben itt nem volt másról szó, mint a logisztikai rendszer átteresztő képessége nem volt akkora, hogy képes legyen kiszolgálni egy ilyen mértékű fogyasztás növekedést. Tehát egy közgazdaság értelemben egy egészen abszurd szituáció alakult ki, túlkereslet és túlkínálat egyszerre volt a piacon, és hát ezt rendezni kellett. Ugyanakkor az agrárgazdaság számára szerintem nem feltétlenül hátrányos következménye az volt, hogy az emberek fejében felértékelődött az, hogy legyen jó minőségű élelmiszer
stabilan a boltok polcain, és lehetőleg valami értelmezhető áron. Így van, megtanultuk megbecsülni azt, amink van. Csak ne felejtsük ezt el. És ezt nem is szabad elfelejteni, annál is inkább, hiszen azért aggódhattunk az időjárás okán is, hiszen szélsőséges volt ebben az esztendőben is. Ha az elmúlt esztendőt nézzük, akkor ugyanaz volt. A tavaszi vetések megsínlették a kevés csapadékot, aztán hirtelen jött a sokkal, de sokkal több. Tehát érdekes volt. Ennek ellenére én bármely agrárgazdát kérdeztem, legalábbis itt a mezőföldön, elégedettek lehettek, tehát ha nem is kiemelkedő, de jónak minősíthető. Legfontosabb kenyérgabonánk a búza, a kukorica, tehát gyakorlatilag minden. Ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos volt, annál is inkább, hiszen ön is, ahogy fogalmazott, hogy az egyik legfontosabb az élelmiszerbiztonság napjainkban, és hogy ez mennyire fontos, kell, hogy szó essék, azt hiszem, hogy örömmel számolhatunk be arról, hogy a parlament a miniszterelnök úr javaslatára megszavazta azt a törvénybe foglalta, hogy az élelmiszerbiztonság megerősítése céljából a 20%-ról 80%-ra emelik, tehát 1000 milliárd forintokról van szó. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan lépés, ami a következő 20 évet mindenképpen meghatározza, de 2027-ig mindenképpen. Így van, ez egy nagyon komoly döntés. Ugye, hogy a nézőket is beavassuk ennek a részleteibe. Tehát Magyarország ugye a közös agrárpolitikából támogathatja kizárólag az agrártevékenységet és a jogszabály által ide sorolt élelmiszeripari tevékenységeket. Ugye a közös agrárpolitikának kettő pillére van. Ugye van az egyes pillér, ami a közvetlen kifizetések, tehát ha azt mondom, hogy területalapú támogatás, ez azt gondolom, hogy a nem gazdálkodóknak is azért mond valamit. Innen érkeznek azok a pénzek, amik kilóra, darabra, hektárra járnak a gazdálkodóknak. És van a kettes pillér, ezt hívjuk vidékfejlesztési programnak, ezt a kettes pillért. Ez pedig ilyen beruházási típusú támogatások, például, hogyha valaki egy feldolgozó üzemet épít, vagy egy áltartó telepet korszerűsít. És ugye az egyes pillér az tisztán uniós finanszírozású, tehát ahhoz nem lehet nemzeti pénzt hozzátenni. A kettes pillérhez meg kell hozzátenni ilyen pénzt. Ugye a kormány három döntést hozott meg. Az egyik az volt, hogy a degressziót ugyanabban a formájában fenntartjuk, ahogy eddig volt, tehát 1200 hektár felett nem fogunk területalapú kifizetést alkalmazni. A második az volt, hogy a kettes pillérből az egyes pillérbe átcsoportosítunk 25%-nyi forrást. Ugye erre azért van szükség, hogy a normatív kifizetéseket azokat körülbelül szinten tartsuk. Egyébként azt kell kérdezni, hogy 3272 milliárd lesz így az egyes pillérbe. És ugye a kettes pillér az ugye csökken azáltal, hogy az egyes pillérbe kerül át forrás, viszont itt van lehetőségünk hazai forrásból kompenzálni ezt. Ugye a most futó tervezési időszakban ez kevesebb, mint 20% volt, amit beletett az állam. Ezt úgy kell érteni, hogy 100 forintból, amit a vidékfejlesztési programból kifizettünk, kevesebb, mint 20 forint volt a magyar pénz, a többi az uniós. Na most ez az arány, ez meg fog fordulni. Az, hogy az uniótól mennyit kapunk, ugye az egy adottság, ugye az a nemzetközi tárgyalások során kialakult. Viszont nem mindegy, hogy annyit teszünk hozzá, hogy az csak az egésznek a 20%-át teszi ki, vagy annyit teszünk hozzá, hogy az egésznek a 80%-át teszi ki. Na most mi ezt a másodikat választottuk. Közel három évvel ezelőtt egy kiadványában a kamara szakértői megfogalmazták azokat az elvárásokat, amiket azt gondoltuk, hogy érdemes már akkor a tervezés szinte nulladik szakaszában az asztalra tenni. Ebben az volt, hogy az előző ciklusban mindegy 1300-1500 milliárd ugye árfolyam függvényében milliárd forint állt rendelkezésre a vidékfejlesztési programban, és azt mondtuk, hogy ha ezt csak szinten akarjuk tartani, akkor is 2000 milliárdos vidékfejlesztési programban kell gondolkodni. Viszont, hogyha egy kicsit ambiciózusabb terveket akarunk szövegetni, és valóban a magyar vidék sorsa, az fontos a magyar kormánynak, akkor érdemes ezt az összeget akár a maximumra emelni. Hála Istennek ez történt. Tehát 80%-os önerő lesz ebben a vidékfejlesztési programban. Ez azt jelenti, hogy 4265 milliárd forint áll rendelkezésre. Ez, ha számogatunk, akkor ez közel háromszorosa annak, mint amennyi az előző 7 éves időszakban rendelkezésre állt. Tehát, hogy ezt lefordítom, akkor két évente el kell költenünk annyi pénzt kis túlzással, mint amit az előző ciklus egészében elköltöttünk. Ez egy nagyon szép feladat, ugyanakkor ez egy nagyon nagy pénz, óriási felelősséggel, igen, hisz ezt jól kell elkölteni. Így van, kivételes
lehetőség a gazdáknak, az nem vitás. Ugyanakkor a gazdáknak is meg kell tanulniuk, pályázni, és ráadásul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának ebben kulcs szerepe lesz, hogy a pályázatokat miként bírálja el, miként szeretné rábírni a gazdákat, hogy gondolkodjanak és fektessenek be. Tehát ez nem szabad préda, ez a pénz, hanem nagyon is alapja annak, hogy a magyar mezőgazdaság olyan legyen, mint ahogy megálmodták. Igen, ugye a kamarának alapvetően azt gondolom a kulcs pozíciója az ott van, hogy jó pályázatok legyenek kiírva. Ugye vannak ilyen pályázat előkészítő munkacsoportok, amiben mi igazából azt bíráljuk, hogy milyen pályázatok legyenek kiírva. És itt van lehetősége már a reálgazdasági szereplőknek, fogalmazzak így, hogy befolyással legyenek arra, hogy milyen kiírások legyenek, milyen elvárásokat fogalmazzunk meg oda, adott esetben az allokáció hogy nézzen ki. És hogyha ezeket jól írjuk ki, jól azonosítjuk be azt, hogy milyen befogadó készsége van az ágazatnak, hogy mondjuk ne írjunk ki akkora volument egy bizonyos ágazatra, amit nem képes lehívni, mert egész egyszerűen az ágazatban nincs annyi tőke, és ne felejtsük el, ezek a vidékfejlesztési programban rendelkezésre álló források, ezek önerősek, olyan értelemben, hogy jellemzően 50% önerőt a vállalkozásnak mellé kell tenni. Tehát, hogyha ezt vesszük, ezt a 4200 milliárdot, és abból levesszük azokat a programokat, például a falugazdász hálózat fizetésének egy része is ebből van finanszírozva, tehát vannak 100%-os támogatási intenzitású programok, azért azt elmondhatjuk, hogy ez a 4200 milliárd mellé egy nagyságrendileg 2000 milliárd önerőnek rendelkezésre kell állni az ágazatban. Tehát jó kell tudni beazonosítani, hogy hol mekkora igény és mekkora képesség van arra, hogy ezeket a forrásokat jól lehívjuk. Ugyanakkor a lehetőség óriási, és a politikai szándék egyértelműen az, hogy a magasabb feldolgozottságot, a nagyobb hozzáadott értéket biztosítani képes ágazatokat próbáljuk meg erősíteni. Pillanatnyilag a Magyarországon megtermelt alapanyagoknak nagyságrendileg a 2/3-át dolgozza fel a magyar élelmiszeripar, illetve a magyar feldolgozóipar, tehát itt azért még van továbblépési lehetőség, és én egy komoly lépésnek tartom azt, ami idén januártól hatályos, hogy egy teljesen új adózási környezetben működnek a mezőgazdasági vállalkozások, akár őstermelőről, akár társas vállalkozásokról beszélünk. Ezzel nem titkolt célunk az volt, hogy forrást hagyjunk a gazdáknál, pont azért, hogy ezeket az uniós pályázati pénzeket le tudják majd hívni, legyen pénzük önerőre, vagy ott esetben jó pozícióba tudjanak menni a bankokhoz tárgyalni, amikor a finanszírozás szóba kerül majd. Hála Istennek azért vannak jó példák, itt Fejér megyében például az Alföldi Tej, aki folyamatosan fejleszt itt-ott, új gyáregységek születnek, tehát nem a nyers tej kerül piacra, hanem a feldolgozás, és az nagyon sokat jelent. Viszont a másik, ami nagyon-nagyon fontos, hiszen a közös agrárpolitikáról már esett szó, uniós klímapolitika. Én azt hiszem, hogy jelen pillanatban ha elmaradásunk nincsen, viszont az Unió folyamatosan a fejünkre rója, hogy van mégiscsak. És ebből viták vannak Brüsszelben, viták vannak mindenütt. Mit lehet tenni? Mit tett a kamara? Hiszen én azt gondolom, hogy és itt vissza kell, hogy utaljak júniusra, amikor Feldman Zsolt államtitkár úr részt vett azon a klímakonferencián, és hát néha az volt az érzésünk, akik foglalkozunk ezzel, hogy az Unió teljesíthetetlen terhet ró ránk. Igen, ezzel küzdünk. A probléma az, hogy kezdem egy kicsit, még a kérdés előttre hadd lépjek egyet vissza. Szerintem egy nagyon komoly társadalmi problémával nézünk szembe. Mégpedig azzal, hogy a modern társadalmaknak egyre kisebb része az, amelyik alapfogalmakkal rendelkezik magáról, a természetről, annak a működési logikájáról, azon belül az agráriumról, meg aztán pláne sok esetben elképzelése nincsen. Jól mutatja ezt, hogy mondjuk egy londoni felmérés szerint a londoni 14 éves gyerekeknek a relatív többsége azt gondolja, hogy a tojás az a szarvasmarhától származik. Ez egy, nyilván lehet rajta mosolyogni, lehülyézni az angol gyerekeket, egyébként nem hülyék, csak ők nem azt tudják, amit mondjuk egy falusi magyar gyerek tud, ők mást tudnak. Viszont ez egy olyan idegen pálya nekik, ami számunkra figyelmeztető jel kell legyen, mert
őket bármekkora marhasággal lehet szédíteni, mert nincs meg az az alapképesség, amivel kontrollálni tudja. És ne felejtsük el, a közös agrárpolitika kapcsán rendszeresen találkozunk azokkal a felvetésekkel, hogy miért kell ennyi pénzt adni a mezőgazdaságnak, úgy, hogy ők egyébként még tönkre is teszik a környezetet, a földet, a levegőt, meg mindent egyébként. És ugye, hogyha ezek a társadalom egészében megjelenő téveszmék, mert szögezzük le, azokról van szó, ezek általánossá válnak, akkor nagyon nehéz helyzetben van a magyar agrárgazdaság az európai belüle egy egységben. Tehát nekünk nagyon fontos, hogy valós információkkal rendelkezzenek a fogyasztók, valós információkkal rendelkezzenek a politikai döntéshozók. Ez nem egyszerű. Nem egyszerű, és azt látjuk, hogy sajnos bizottsági döntéshozói székben is ülnek olyanok, akik vágyvezérelt gondolatokat vetnek papírra. Tehát amikor azt mondják, hogy mondjuk 50%-kal kell csökkenteni a növényvédőszer felhasználást, akkor ezzel alapvetően nincsen gond, de gondoljuk már végig, hogy ennek milyen következményei vannak. Tehát a gazdák azok nem azért permeteznek, mert szeretnék elkölteni a pénzüket növényvédőszerre. Tehát ha valaki érdekelt abban, hogy kevés növényvédőszert használjunk, akkor az a gazda. De mondjuk a növényvédőszerről nem árt egyébként úgy megjegyezni, hogy az a növénynek a gyógyszere. Tehát ember is azért vesz be gyógyszert, hogy egészséges maradjon, vagy valamilyen problémát kezeljen vele. Tehát a növények esetében is erről van szó, és mondjuk egy fuzáriumos buzát, ha nem kezelünk, akkor abból nehezen lesz kenyérgabona, vagy ha mégis az lesz belőle, akkor én szeretném, hogyha nem az én családom enné meg, hanem az ötletgazdák ezeket a termékeket. És az a baj, hogy ezek a megfogalmazások, ezek irreálisak. Ez olyan, mintha azt írnánk elő, hogy 3 év múlva csak olyan autóval lehet közlekedni, ami 1 liternél nem fogyaszt többet 100 literen, vagy 100 kilométeren. Hú, de jó lenne, nyilván mindenki örül neki, csak technológiailag nem kivitelezhető. És egy teljesen abszurd helyzet az, amikor azt látjuk, hogy a közös agrárpolitikának a forrásait folyamatosan nyírbálják, emellé pedig a gazdákra egyre több terhet rónak, olyan problémák megoldására is kényszerítve őket, amiket nem is mi idéztünk, mi gazdák idéztünk elő. Tehát ez egy nagyon szerencsétlen helyzet, és ugye az embernek tényleg kinyílik a bicska zsebébe, amikor aztán olyanokat hallunk a bizottság részéről, hogy igen, csökkentsük felére a növényvédőszer a használatot. És akkor egy újságíró visszakérdezett, hogy és tessék mondani, mennyi a növényvédőszer felhasználás az Európai Unióban. A válasz pedig egészen döbbenetes, és ez, ami azt gondolom, hogy miért nem bőszíti a gazdákat, ez volt a válasz. Azt nem tudom, de a felére kell csökkenteni. Tehát ilyen hozzáállást nehéz komolyan venni. Igen, gyakorta hivatkoznak Hollandiára, ahol... Mások a mértékek. Ugye ez a másik mértékek. Probléma, hogy csökkentsük a felére, de ki csökkentse a felére? Mert ha mi a hollandok a felére csökkentik, akkor még mindig többet fognak felhasználni, mint a magyar gazdák. Akkor most meg mi is csökkentsük a felére? Akkor hogy fogunk versenyképesek lenni? Tehát végig gondolatlan, a gazdákat a tervezésben nem bevonó. Egyébként a célokat illetően senki által nem vitatott elképzelésekről beszélünk, de az eszközrendszer az nem, hogy nem alkalmas arra, hogy ezeket a célokat elérjük, sokkal inkább kontraproduktív, mert ellenségessé teszi a gazdálkodókat, hogy ezekben a programokban higgyenek, mert azt látják, hogy őket teszik felelőssé olyan problémákért, amiket nem ők okoznak. De azért azt ne állítsuk, hogy a mezőgazdasága az egyedüli és legnagyobb okozója bármilyen környezeti problémának. Ehhez a körhöz tartozik, mármint kérdéskörhöz, a biogazdálkodás 25%-os emelése a közeljövőben. Ez lehetséges? Hát nem is 25%-os, hanem 25%-ra történő emelése. Tehát az ökológiai gazdálkodás az most az Európai Unióban 7-8%-os arányt képvisel. Na most ezt oké, emeljük 25%-ra, de megkérdezték azt a 7%-nyi ökogazdálkodókat, hogy szeretnétek-e még 3-szor ekkora versenyben ugyanazon a piacon versenyezni? Mert azt gondolom nem fogják előírni, hogy akkor mostantól minden negyedik banánt, vagy minden negyedik paradicsomot, vagy minden negyedik tojást azt ökogazdálkodóktól kell kedves fogyasztó megvásárolni. Tehát itt azért piaci folyamatok vannak, és hogyha egyszer erre ennyi kereslet, azért van ennyi ökotermelő, mert ennyi a kereslet. Nyilván ezt lehet befolyásolni, lehet promóciós kampányokat indítani, de ezzel ne jussunk már oda, hogy megmondjuk, hogy hányat kell, hogy eljen a disznó. Ez álkérdés, de mi a teendő? Mit tehetünk, hiszen az Unió kellően erős ahhoz, hogy ezeket a légből kapott, vagy át nem gondolt előírásokat betartassa velünk.
Hát először is az Unió mi vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk azért nem elszenvedőinek kell lenni ennek a rendszernek, hanem az alakítóinak. Tehát nagyon fontos, hogy a COPA COGECA, ami az Európai Gazdaszervezeteknek egy ernyő szervezete, az több ilyen programot is indít, ez a Meet the Facts, ugye angolul azt jelenti, hogy találkozni a tényekkel, hisz olyan hülyeségeket hallani, hogy 15 ezer liter víz kell egy kiló marhahús előállításához, a valóság 50 liter. De ugye erre visszautalok az előző gondolatomra, aki nem tudja, hogy mi az, hogy marhahús, vagy nem látott még élő marhát, meg lehet, hogy azt sem tudja, hogy egy kannában mennyi víz fér bele, tehát ő neki el tudnak ilyen marhaságokat sütni, de ezekkel szembesíteni kell az embereket. Fontos, hogy nekünk el kell mondani a tényeket. És azon túl nyilvánvalóan fontos lenne, hogy ne kritika nélkül fogadjuk el az Európai Unió ajánlásait, hanem bizony politikai szintéren igenis álljunk a sarkunkra, és kutya kötelességünk kiállni a saját érdekeink mellett, pláne úgy egyébként, hogy ez nem csak magyar érdek, tehát valószínűleg szövetségeseket is fogunk találni, hogy ez ne tegyük már tönkre az európai mezőgazdaságot. A világ legszigorúbb élelmiszerbiztonsági, termelési, környezetvédelmi előírásai az Európai Unióban vannak. Úgy egyébként, hogy a támogatásoknak köszönhetően az élelmiszer elérhető áron van. Soha nem volt még a átlagos szinten a jövedelemhez mérten ilyen alacsony az élelmiszer. Tehát a egyre kevesebb részét költjük a jövedelmünknek élelmiszerre, úgyhogy egyébként egy egészen extrém magas élelmiszerbiztonság jellemzi az Európai Unió egészét. De most, ha tönkretesszük ezt, akkor nyilván lesz élelmiszer, harmadik országból fog bejönni, azt mindenkinek a fantáziára bízom, hogy mondjuk a dél-amerikai vagy afrikai előállításban mennyire fogják majd szigorúan venni azokat a szabályokat, amiket most az európai gazdákon kőkeményen bevasalnak. Annál is inkább, hiszen abban megegyeztünk, és ott kanyarodjunk vissza egy kicsit, hogy az élelmiszerbiztonság kérdése kulcskérdés ma már, hiszen ha körülnézünk a világban, akkor az Unió nem kerülhet olyan helyzetbe, mint Afrikában, vagy éppenséggel Ázsia bizonyos országaiban megvan. Tehát a magyar emberek élelmiszer ellátása alapvetés. Ezt nem véletlenül hangsúlyozza a szaktárca vezetője Nagy István sem. Nem alternatíva. Tehát azért nézzük meg, Magyarország az mindig is egy olyan ország volt, amelyik több élelmiszert tudott előállítani, mint amit az adott területen élő lakosság igényelt. Ebből egyenesen következik az, hogy mi exportpiacokra kell, hogy bejussunk. Ez a pandémia ez egyébként is felborzolta itt a kedélyeket, hisz újra kell gondolni a piaci pozícionálását jó néhány termékünknek. Lehet, hogy az agrárdiplomáciában is ez a típusú tevékenység fel fog erősödni, de Magyarországon az élelmiszer ellátás az néhány extrém helyzettől eltekintve mindig stabil volt. Mi ebbe beleszoktunk, de gondoljuk már vissza, az Európai Unió megalakulásának az egyik kulcs motiváló ereje az volt, hogy az élelmiszer ellátás biztonságát képesek legyenek megteremteni, hisz az az alapvető dolog, a legalapvetőbb dolog, hogy egy országot nem lehet úgy működtetni, hogy nem képes biztosítani a polgárainak a rendszeres betevő falatot. Hát azt lehet mondani, hogy mondjuk 3 hétig nincs benzin, azt mindenki szentségelni fog, de valahogyan kibírjuk, de az, hogy 3 hétig nem lesz mit enni, igaz, hogy a 4. héten kaptok 10-szeres adagot, ez valószínűleg senkit nem fog vigasztalni. Tehát itt a stabil ellátásbiztonság, ez nem megkérdőjelezhető, és nyilván, hogyha nem Európában termelődik meg az élelmiszer, az egy olyan kockázat, amit nem is tudom, hogy miért futunk. Tehát fölösleges ezt felvállalni. És egy kis színes, hogy reagálnak az egyébként úgymond kultúrországok, nem is fogom az országot megnevezni, de Magyarország itt a tavasz időszakban, amikor a pandémia indult 2020-ban, maszk őrület volt, ugye kinek lesz elég maszk meg lélegeztetőgép, rendeltünk mi maszkot, és az egyik tengerparti kikötővel rendelkező ország az egyébként Magyarország által megvásárolt maszkokat úgy enstandolta, hogy öröm volt nézni, mondván, hogy ez nekik is kell. Köszönjük szépen, mi meg ott néztünk, hogy hát akkor ezt a 21. században európai kultúrnemzetek így csinálják. Na most gondoljuk el, hogy ezt maszkkal megcsinálták, akkor élelmiszernél mit fognak csinálni bármelyik ország, hogyha erre kerül a sor. Nos, én összefoglalva, én azt gondolom, hogy a rendkívüli év volt 2020, és a koronavírus járvány ellenére, és az idei esztendőre ugyanez vonatkozik, azért remekül teljesített. Ez köszönhetően egyébként a szaktárca különböző intézkedéseinek, és köszönhetően önöknek, hiszen ez sikerült átadniuk azoknak a gazdáknak, akikre mi, mint kiderült, számíthatunk így is, úgy is. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és innét folytatjuk.
Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, és természetesen ennek a beszélgetésnek lesz egy második része is. Tartsanak akkor is velünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!